A kormányzat eddigi teljesítménye elégtelen, pedig hamarosan jön a bizonyítványosztás, állítja az MSZP. A párt szerint a fideszes és KDNP-s képviselők nem csak bukásra állnak, de még az osztálypénzt is ellopták. Harangozó Tamással beszélgetünk. Az MSZP országgyűlési képviselője, jó estét kívánok! Társorozatba kerül, úgy tűnik az országgyűlésben a gazdasági bizottság döntése alapján az, hogy az önkormányzati bérlakás vagyon áron alul lehessen értékesíteni. Az ellenzéki oldalon nagy a felháborodás, a kormánypárti oldalon is vannak olyan hangok, amik szokatlanok, mert hogy önkormányzati vezetők szólalnak meg, hogy hát ez ne így. Lesz elég ereje az ellenzéknek ahhoz, hogy megakadályozza ennek a vagyonnak a elherdálását, tehát hiszen 10%-os áron akarják eladni a vagyontárgyakat. Igen, itt valami elképesztő vagyonvesztésről beszélünk, és a jövő feléléséről mindenféleképpen. És így ilyen nem ellenzéki ügy. Tehát, mint látjuk, a megszólalók sem csak ellenzékiek, az érintettek szólalnak meg, akik látják, hogy mi zajlik. Tehát akik látják, hogy például önkormányzatok az elmúlt években stratégia mentén, spórolt pénzükből, saját forrásból, uniós pénzből, mindenféle másból, azon dolgoztak, hogy a kerületükben vagy a városukban lakó, például a fiatalok, például a szociálisan rászorulók, például a nagycsaládosok ne kerüljenek utcára, akik mondjuk egy egyszerű albérletet sem tudnak megfizetni, vagy bele akarnak vágni egy családalapításba. Hadd játsszam akkor most az álnaivat, jó? Mi ezzel a baj? Hát most ugyanezek a családok beköltözve egy önkormányzati lakásba, a lakás valódi árának 10%-áért hozzájuthatnak ehhez az ingatlanhoz, tehát a jó kormányzat vagyonhoz, lakáshoz juttatja a fiatalokat, meg az idősebbeket. Mondom, mi a baj vele. Jövőre mit mondunk a fiataloknak, Rónai úr? Jövőre mit mondunk a 4 gyerekes családanyának, vagy családnak, amelyik olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja az albérletet fizetni? Lettetek volna szemfülesebbek. Jöttetek volna korábban, jöttetek volna időben. De ilyen nincs. Hát de hát hiszen ön is tudja, hogy általában nem az történik majd, hogy aki benn lakik az önkormányzati lakásban, ezt ő fogja megvenni. Látszólag majd ő vásárolja. Akkor kezdjük előről, jó? Tehát azért mondom, én az álnaihat játszottam. Ha most így belemegyünk, jó, akkor kezdjük. Jó, tehát van ez az agyoniskolázott képviselőtársam, Böröc úr. Ez benyújtott egy törvényjavaslatot, amiben azt írja. Ő egy jogászember. Épp úgy, mint ön, tehát. Azért mondom, fantasztikus. Felkészült tényleg, és a törvényjavaslata is minden próbált meg. Kiáll, nyilván ezért, mit is mondott, nem tudom, a 17. kerületi fideszes polgármester is, ami egészen erős jelzőt. Ez a 6. kerület, igen. A 6. kerületi polgármester egészen erős jelzőt mondott rá. De mit mond indoklásként? Hogy az 1995-ben lezárult a rendszerváltás utáni bérlakások megvétele idején voltak emberek, akik például műemléki lakásban laktak a várba, egyéb másokból nem szerezhették meg, ezért majd ő ezt most megcsinálja. Maga a törvényjavaslat meg arról szól, hogy aki 2020. december 31-én bérlő volt, az viheti a lakást akár 10%-os, de 15-20%-os áron mindenféleképpen. Most őszintén, 95-ben a lakásban lakó embereknek hogy akarunk igazságot tenni mondjuk egy olyan házban, amit például a 13. kerületben 3 évvel ezelőtt adtak át? És mondjuk egy olyan passzív ház, azaz azt jelenti, hogy zéró kibocsátású, nagyon alacsony rezsijű, Európa nívódíjas ház, amit az önkormányzat a saját erejéből felépített, azért, mert lát, gondolkodik előre, és azt mondja, hogy az én kerületemben, ha valaki itt életvitelszerűen lakik, nem tehetős, vagy éppen, még egyszer mondom, gyereket akar vállalni, és fiatal pályakezdő család, akkor európai körülmények között itt a lehetőség, gyere, és x évig, amíg össze nem szeded magad, addig is emberi módon, sőt, európai méltó körülmények között élhetsz. Én meg arra utaltam az előbb, hogy nyilván rászorulók lakhat ezekben a lakásban. 100 000 lakásról beszélünk, Rónai úr, 1000 milliárd forintos vagyonvesztésről beszélünk. A budai vár mondott, egy dolog. Az egy speciális része. Hát lenne vér a pucájukba, voltak éppen mondanák, a célja az egésznek. Így van, akkor név szerint beírnak, nem áll tőlük távol. Tehát már néhány név szerinti törvényt láttunk, hogy akkor a Bajer Zsolt, meg a miniszter úr, meg még az a 4-5 haver, aki van, az megverti a lakást. Hát kevesebb kárt okoznának az országnak mindenféleképpen. És amire ön is utalt, gondoljunk bele, hogy alapvetően kik laknak ezekben az albérletekben. Ahogy mondtam, azok, akik még a piaci albérleti árat sem tudják általában megfizetni. Most ki hiszi azt el, hogy ők
pillanatok alatt le tudják tenni akár a 10%-át ennek az összegnek, és nem az lesz, hogy a lakásmafia, vagy akármilyen más ügyeskedők szépen odaadják nekik a pénzt, és a háttérben mondjuk egy ilyen árnyék szerződéssel, amint megszáradt a tinta, akár átveszik a lakást, és kirakják az utcára az ember, csak tudja, mi lesz a legszörnyűbb, mert ez be fog következni. Itt kilakoltatások lesznek, emberi tragédiák sorai lesznek. Tudja, mi a legszörnyűbb? Hogy utána már nem lesz. Mivel segítsen az önkormányzat, hogy mondjuk azt a családot... Hiszen nem marad semmi. Nem lesz mivel. Vagyok. Nem lesz mivel. Mi ezért azt mondjuk minimum, ez egész egy őrület. De mondjuk, ha már ezt benyújtották, például három feltételt mindenképpen beleraknánk, hogy legalább tompítsuk ezt az egész őrületet. Egy, ha azt mondja Böröc úr, hogy a 95-ben lezárult időszakban kimaradtakat akarja kompenzálni, akkor tegyük be a törvénybe ezt, jó? Tehát akkor ne 2020. december 31-ével kezdjük a törvényt. Kettő, 10 éves elidegenítési tilalom legyen rajta. Ez garantálja azt, hogy nem éri meg manipulálni és a lakásmafiának pénzt beletenni. A harmadik pedig az, hogy itt igenis kár fogja érni az önkormányzatokat, akik jó célra költötték ezt a pénzt. Tehát a piaci értékét kapja meg a magyar államtól az önkormányzat kompenzációban, de ne csak úgy, hanem címkézetten abból, vagy építsen új bérlakást, vagy vegyen és újítson föl, és az a pénz csak másik bérlakásra. Hát ha már, akkor ebben van logika legalább. Most ha ezt Böröc úrék és a Fidesz elfogadja, akkor azt gondolom, hogy értettük, 95 előtt, aki kimaradt igazságtalanul, azoknak segítettünk. Másoknak jogtalan előnyt nem szerzünk, és végül a bérlakás piacot nem tesszük tönkre. Meglátjuk, hogy mi a valódi szándék. Képviselő, köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm a lehetőséget.